Felcsodakoztak a hulladékszállító autók az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Telephelyén. Ezek a járművek az ünnepek alatt is szállítják a hulladékot, de többet nem tudnak a megszokottnál. Pedig karácsonykor sokkal több a szemét az átlagosnál, mondta 35 perc című műsorunkban Ebenhard Gábor, a cég ügyvezetője. Kimagaslóan ilyenkor keletkezik a legtöbb hulladék a csomagolásoknak köszönhetően, és menetrend szerint ilyenkor meg is kapjuk, hogy nem gyűjtöttük össze, nem időben szedtük össze, stb. Ilyenkor akkora terhelés, hogy arra kérek mindenkit, hogy próbálja meg a csomagolási hulladékát, vagy a bármilyen hulladékát a lehető legkisebb térfogatúra összesajtolni, és úgy elhelyezni a hulladékgyűjtő edénybe, annak érdekében, hogy annak kapacitása elegendő legyen. A cég első embere azt tanácsolja, hogy az ajándékok csomagolását külön szelektív módon gyűjtsük és helyezzük el. Így lehet csökkenteni a kommunális hulladék mennyiségét. Mindenkit arra bátorítok, hogy a honlapunkon megtalálható valamennyi gyűjtőkörzetnek a naptára, tehát azt nézze meg, és ott pontosan le van írva, hogy melyik napokon szedjük a karácsonyfákat, a leszedett karácsonyfákat. De ha már gyűjtési napokról beszélünk, arra is mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy ebben az évben az ünnepek miatt nem történik gyűjtési nap áthelyezés, tehát 24-én és 31-én is a menetrend szerint gyűjtjük a hulladékot. A megyei hulladékudvarok és hulladékkezelő központok a két ünnep között reggel 7 és dél között nyitva tartanak. Részletes tájékoztatást a társaság honlapján találhatnak az érdeklődők.